az egykori tévésorozat alkotói talán megbocsátják nekem, hogy kölcsön vettem a sikeres gyermekfilm címét, de ez a meghatározás tökéletesen illik forgatási helyszínünkre, a Csingerlőgyben található bányászati múzeumra is, ahol képet kaphatunk a hazai bányászkodás, elsősorban a szénbányászat múltjáról. Az őslény és kőzettár 1983-tól a Handken terem nevet viseli, utalva az ajkai szénvanyont feltáró és ezzel az itteni bányászatot megindító Handken Miksa geológusra. A több mint 1000 darabos gyűjtemény bemutatja az egyes földtani korok kőzettípusait és ősállatait. Külön tárlókban látható az Ajka térségében bányászott szenet, bauxitot és mangán bemutató kőzetgyűjtemény. Értékes része a kiállításnak a Bakony-hegységből származó ammonites gyűjtemény. Kozma Károly geológusnak, környezetvédelmi bányamérnöknek és lelkes segítőnek köszönhetően ma már óvodás kortól lehetősége van a Parkerdei Bányamúzeumban látogatóknak tanulmányozni a Föld természeti csodáit, az ásványok világát, sőt a távoli űrből hozzánk érkezett meteoritokat is testközelből szemügyre vehetik. Nem egynek közülük külön története van, amiről Gulyás Péter, az őslény és kőzettár avatott gondozója és fejlesztője szívesen mesél nekik. Milyen kőzetminták, vagy ásványminták pontosabban kelti fel a látogatók érdeklődését? Mi a tapasztalata? Tehát az, ami felismerhető, mondjuk egy állatformája, vagy például látok egy ilyet, ami mint egy agyvelő úgy néz ki. Igen, hát az egy agykorral tulajdonképpen. Agykorral. Ilyenek ma is élnek, tehát ezek ilyen viszonylag nagyra meg tudnak nyúlni. Érdekes módon, hát nem érdekes, jó, én persze más szemmel nézek az egészre, de hát például van ott egy ilyen Líbiából származó kis csigakőbél benne a mészkőben, ott a sarokban. Igen. Azt például nagyon szeretik az emberek, pedig Isten igazából abból sok mindent nem lehet megmondani, hogy mégis miféle csiga volt az egykoron. Hát meg ugye nyilván a mamut csontokat nagyon szeretik, mert hát nagyok, a mamut fog is, hogy mekkora. Ugye itt van mögöttem. Még ez már nem annyira ásvány, vagy? Hát ezek ősmaradványok. Ősmaradvány. Persze. Ja. De ugye van a kiharkútról is maradványok. Mégis csak nem vádkő jellegűvé, mint mondjuk ezek a kagyló maradékok. Hát igen, tehát... A nyomatát látjuk igazából, és nyilván nagy kálcium vagy mészkőtartalom miatt. Persze, hát ugye nyilván a közötti válásnak, vagy a megkövesedésnek van egy folyamata, ami nem egyforma sebességű, nem mindig ugyanúgy történik meg. Tehát nem tudom, tehát például egy ilyen góbi sivatagban lévő dinoszaurusz csont az már egészen meg van kövesedve, de mondjuk Angliában van olyan lelőhely, ahol szinte úgy néz ki egy 200 millió éves hüllőcsont, mint ha most főzték volna ki. Igen. Tehát ezt mondom, hogy ennek tehát nincs egy ilyen meghatározott irány vagy módja. A körülményektől ez, így van. Tehát a fosszilizáció az a körülményeknek a szerencsés összejátszása. Tehát ugye alapvetően minden élőlény maradvány, legyen az egy hangya, vagy ember, vagy akármi, annak ebben 100%-ban el kell bomlani, visszakerülni a körforgásba, amiből majd újra valamibe oda kerül. Ugye, tulajdonképpen itt az ősmaradványok azok olyan objektumok, amik valamilyen módon túlélték az évmillióknak a viharát, valamilyen szerencsés körülmények között, tehát legyen az egy iszaplavina, kitört egy vulkán és betemette a leveleket mondjuk Ipolytarnócon. Tehát rengeteg ilyen különféle módja van annak, hogy hogyan lehet valami élő szervezetből, vagy annak a nyomából ősmaradvány. Tehát ugye nyomok is lehetnek ősmaradványok. Tehát egy lábnyom, dinoszaurusz lábnyom, kongoszaurusz lábnyom például. És a terepmunka az mit jelent az ön számára? Mert gondolom ennek sosem is vége igazán. Hát nincs. Hát ez rendszeresen kell. Hát ugye én magamtól is, ha van rá időm, amiben egyre kevesebb van, akkor persze, akkor én is ki szoktam járni gyűjteni, mint magán személy is. Szeretem ezt a témát. Hát így lehet... A munkája a hobbija, vagy a hobbija a munkája. Igen, valahogy így a kettő között. Szerencsés együtt állni. Igen. És hát ugye persze van a hivatalos munka, hát ugye lesz Iharkuton ugye az ásatás ismét.
Hát most én oda nem megyek, ott már lehúztam tizen pár év, vagy tizenvalány szezont. Hát most Romániába járunk ki, most ez a harmadik szezon, amire megyek. És ott román vagy erdélyi kutatókkal hát együtt? Igen, igen, igen. Tehát ez egy kétoldalú ilyen munka. Tehát a Bukaresti Egyetem és az ELTE közötti ilyen közös munka. Tulajdonképpen a terepmunkát azt igazából mi végezzük. És ilyenkor milyen helyszíneket keresnek föl, vagy miről híres? Hát most, tehát ahova mi megyünk, az a lelőhely igazából az már régi lelőhely. Tehát Erdélyben ugye volt Napcsabáró, aki az első dinoszaurusz csontokat felfedezte. Ez mikor volt? Az 1900-as évek elején. Ugye, hát még igazából az 1800-as évek végén kezdődött a történet. De ugye a trianoni terület elcsatolás vetett véget ennek az egésznek, és hát végül is Nopcsa életének is. Viszont volt egy másik személy, Kadics Ottokár, ő egy horvát származású magyar geológus volt, aki ott végzett térképezést az 1910-es évek közepén, és ő írt le olyan lelőhelyeket, ahol dinoszaurusz csontokat talált. És ezek ott vannak most is most meg nem mondom, mi a pontos neve, a Bányászati és Földtani Intézet, tehát az egykori Magyar Állami Földtani Intézetben őrzik ezeket a csontokat, és a lényeg az, hogy amikor ugye Trianon ugye bekövetkezett, azok a területek ugye lettek csatolva. És a lelőhelyek tulajdonképpen így elvesztek, így az emlékezetből, és meg sem voltak jó darabig ezek a térképek, illetve jegyzetek, tehát feljegyzések, hogy hol voltak ezek a lelőhelyek. És végül 2018-19-ben találták meg újra kollégák ezt a lelőhelyet, sikerült azonosítani. Hát itt is ugye a tudományok közti kapcsolat, hogy egy őslénytani lelőhelyet próbáltak megkeresni régi térképek alapján, és a mai modern térinformatikai szoftverekkel sikerült leszűkíteni a területet, és újra megtalálni több mint 100 év után ezt a lelőhelyet, és most ide járunk vissza. Itt mire számítanak, vagy mit fognak találni, mire gondolnak? Hát itt is ugye dinoszauruszok vannak, többnyire dinoszaurusz csontok, fogak. Azt hiszem volt krokodil, teknős is volt. Hát van egy bizonyos réteg, ahol például rengeteg a csiga maradvány ott is. De majd most idén jön egy kollega, aki majd kimondottan a csigákkal fog foglalkozni. Ez milyen korú lelőhely? Ez kicsit fiatalabb, mint Iharkút. Vagyis? 72-73 millió éves nagyjából. Az elég hosszú idő így is. Igen. Tehát jó, igen, hát igen, ez a fiatalabb. Igen, ez egy ilyen... Tehát ez az ásványtár. Van-e még valami érdekesség, amit föl lehet hívni a figyelmet? Hát... Ugye van egy külön kis vitrinünk ott az ásvány és kőzettárban, a sarokban, amik egy ilyen érdekes kis felfedezésnek az eredménye. Ugye mondtam, hogy 78-ban nyílt meg maga a gyűjtemény régen. És ugye nyilván előtte már évekkel korábban nekiállt ugye Kozma Karcsi bácsi, ugye ő, nem mondtam az elején, tehát ő alapította ezt az egész gyűjteményt, ő volt itt a geológus, meg a múzeum. Itt ki is van állítója. Így van, így van, hogy emlékezünk róla. Tehát a Karcsi bácsi az végig kalapolta, mondjuk így, különböző intézményeket, ELTE, a Magyar Természettudományi Múzeum, a Földtani Intézet, illetve hát ugye magánszemélyek is adtak ide, ahogy mondtam, példányokat. És amikor nekiálltam a felújításnak, azt hiszem nagyjából pont itt volt egy ilyen kis, hát mint egy ilyen kis asztalta tulajdonképpen, egy ilyen kis házi barkácsolt plexi tetővel, és volt benne 5 darab csiga, meg kagylók, meg ilyesmik, és azok mindig ilyen furcsák voltak, mert olyan mindig olyan mocskosnak tűntek nekem. Tehát én már gyerekkoromban, tehát már ott is ugye, járkáltam, tehát vannak ilyen kellemes emlékek gyerekkoromból, amik nagyon tetszettek, hogy milyen szépek. És a lényeg az, hogy mindig furcsa volt, hogy nincsen lelőhely, nincsen igazából kor sem megadva egyikhez se. Csak annyi, hogy a Magyar Természettudományi Múzeumból származó csigák, kagylók. És
hogy amikor nekiálltam a felújításnak, és leszettük ezt a plexit, és akkor így nézegettem, hogy mondom, ez nem mocsok, ez nem kosz, hanem meg van égve, kormos. Meg el van színeződve a hőtől, és akkor kérdeztem rá, ugye először Attilának, Ősi Attilának írtam, hogy kérdezem arra utána a kollégáknak, hogy nem esetleg egy ilyen ritka darab, hogy az 56-os tűzből származó példányok, mert ugye minden stimmel, tehát meg volt égve. 56-os tűz? Igen. Az... Tehát, hát amikor ugye volt a forradalom, azt hiszem, hogy már a legelején... Október. Így van, tehát már a legelején a forradalomnak ott már belövés kapott a múzeum. Akkor még nem ott volt, ahol most, ugye, a Ludovikánál, hanem még ott a... Ja, akkor persze. Tehát akkor még a Nemzeti Múzeum... Nem emlékszem tűzharcra. Nem, ez Budapesten. Budapesten így van, igen. Így van. Budapest, Veszprém az. Így van, és akkor utána kérdeztem ennek az egész történetnek, és a kecskeméti Tibi bácsi, hát ő most már nyugdíjas, tehát akkor ő volt, ha jól emlékszem, az igazgató 76-ban, azokban az években, és ő adta ezeket a példányokat sok mással egyetembe. És egyébként ennek után is lehet nézni az interneten, rá lehet keresni, hogy Magyar Természettudományi Múzeum, 56, forradalom, tűz, mindenféle ilyen szótövekkel. Zárója bezárva, megmutatta Ősi Attilának ezt a igen? Maradványt? Vagy... Nem, csak rákérdeztem nála. Csak rákérdezett, nem. Igen, és akkor a Tibi bácsi, a Kecskeméti Tibor, ő mondta, hogy igen, ezeket én adtam, és igen, ezek az 56-os tűzben megégett példányok voltak, ugyanis akkoriban, tehát amikor leégett a gyűjtemény, rengeteg példány semmisült meg. Tehát szétégtek. Tehát egy mészkő darabot, ha bedob valaki a kazánba otthon, utána nem sok mindent fog kiszedni abból. Tehát ugyanitt, tehát itt nem a múzeumban ez történt. Nem az első szerencsétlenség volt a természettudományi így múzeum van. Életében. Úgy emlékszem, Kittenberger Kálmán óriási rovargyűjteménye is elégett. Ez ugyanaz a katasztrófa. Így van. Tehát nem csak a rovargyűjtemény, hanem teljes az Afrika kiállítás ugyanígy. Igen. Tehát erről van egy ilyen sztori is, hogy amikor ugye leégett az épület és leszakadtak az emeletek, például az Afrika gyűjtemény volt, ott volt egy bronz szobor. És az is átszakadt az emeleteken keresztül. És amikor sikerült eloltani a tüzet, akkor azt hitték, hogy egy szénnégett holttest fekszik ott lent. És kiderült, hogy ez a szobor tulajdonképpen, amire azt hitték, hogy egy holttest. De tényleg, tehát 80% fölötti, sokszor több mint 90% fölötti volt a vesztesége a gyűjteményeknek. Tehát az őslénytani, az ásványtár, a meteorit gyűjtemény, tehát szinte nullára. Vissza azt, hogy a kezében tartja ezt a megégett igen. És, dolgot. És igen, tehát ez tulajdonképpen kiderült, hogy tényleg ez az, és hogy a Kecskeméti Tibor adományozta ide a múzeumnak, amikor ugye a Kozma Károly állította össze ezt a gyűjteményt, az ősgyűjteményt, és még az is kiderült, hogy a Tibi bácsi ugye akkor volt doktorandusz hallgató, és ő konkrétan tűzőrséget állt, amikor eloltották a tüzet, amikor leégett a múzeum, és akkor ott kellett lenni mindig valakinek tűzőrségben, hogyha újra kipattan a tűz, feléled a zsarátnokból, vagy a parázsló anyagból a tűz, akkor valaki riassza a tűzoltókat. És persze közben még ment a forradalom javában, még csak akkor indult be igazán. Tehát elképesztő tudománytörténeti, illetve magyar történelmi vonatkozása is van ennek a néhány kis kődarabnak. Hát ez most itt látható. Igen, 5 darab. Teljesen véletlen egyébként, hogy ez kiderült. De egyébként el tudom képzelni, hogy azért akkoriban a Kozma Karcsi bácsi tudta, hogy ezek micsodák, de ugye 76-ban, 20 évvel a forradalom után még nem az időszak volt, amikor erről nagyon érdemes volt megemlékezni. Publikálni lehetett volna erről a tudományscikket. Aztán ugye lehet, hogy az idők folyamán ugye ez így el is felejtődött, de most kiderült. Ez az őslénytár, és akkor odát az ásvány és közlettár. Ez az ásvány és közlettár. Ott milyen látnivalók várják az embereknek? Hát ott nyilvánvalóan leginkább az arany, ezüst, gyémánt. Tehát ez a népszerű ásvány. Igen, népszerű szent háromság, tehát így rögtön mennek az, hogy arany, ez egy ilyen pici, hát mondom, lehet adakozni, lesz nagyobb is. De hát ugye, tehát azért azzal tisztában kell lenni, hogy ezek a természetes, tehát terméselemek, tehát ezek az ásványok, ezek
Hát lehetnek nagyok, de azt meg is kell fizetni. De meg nem is az adja az érdekességüket, hiszen a szerkezetét kell látni, a színüket persze. kell látni. Nem. Isten igazából, hogyha egy fantasztikusan szép ásványgyűjteményt akarna az ember csinálni, igazából elég lenne az egyik vitrinnek a három fiókja, mert a legszebbek azok mindig ilyen picikék. Picikék. Uh-huh. Tehát... Amit a nagy közönség lehet, hogy nem értékel nagyra, igen, mert igen, igen. picit egy szakember vagy szakértő igen, szemben... mert ugye minél kisebb még az ásvány, annál kevésbé valószínű, hogy a kristályrásban hibák lépnek föl, tehát ha bárkit érdekel, akkor fölmet az internetre és a mikroásványok között bóklázhat bármilyen keresőn, vagy akár közösségi oldalakon is, elképesztő. Úgy veszem ki a szavaiból, jelenleg is folyik az ásványtár bővítése is. Igen, igen. Hát mindig amikor lehet, kicsit hozzátesz az ember, de... Esetleg külső személyek is adakoznak, persze, itt látva persze. a felhozatot, azt mondják, ó, nekem ilyen és ilyen van, itt meg miért nincsen, tehát akkor... Hát részben vannak olyan emberek is, akik tudják, hogy itt dolgozok, és akkor azt mondják, hogy adok neked, adok. Úgyhogy... Persze, tehát nagyon sok ismerős van. És azok a világ mely részéről számolnak, hogy leginkább Magyarország? Többnyire magyarok, igen, igen, igen. De hát van itt is sok minden, én úgy értesültem. Persze, hogy nem. Ismerőseimtől, akik szintén hasonló hobbit tűznek, hogy azért lehet jó nagy kirándulásokat tenni Magyarországon is, és összegyűjteni érdekes. Persze, ásmát. Hát nyilván most már azért annyira nem könnyű. Tehát, ha most egy ilyen 20-30 évvel korábban lennénk, akkor messze-messze könnyebb lenne. Ha 50 évvel ezelőtt lennénk, akkor még? Már az már ilyen paradicsomszerű helyzet lenne. Hát amikor még mentek ugye a külszíni, mélyszinti bányák, a meddőhányon ment a terű, azt szalkám. A bányászkodás áldozásával ugye az ásvány. Persze, egyértelmű. Kutatóknak is kezd leáldozni. Persze, hát most már ugye az a baj, hogy csak vegyük ajkát alapul, lassan 20 éve megszűnt a termelés. Ami kint van a meddőhányon, az szép most az eső, szétfagyott, elbomlott. Nem nagyon van már lehetőség. De ugyanez igaz a többi bánya meddőhányóra is. Most hogyan látja a kőzet és ásványtár és ősténytár jövőjét? Tehát lehet-e népszerűsíteni valahol ezt a dolgot, vagy kik azok, melyek azok a rétegek, akik fogékonyak lehetnek rá? Hát... Ez részben marketing kérdés is. Hogy nyilván, persze. Gondolom, önöknek is érdeke, hogy minél több látogató legyen a... Igen, a igen. Hát ugye... Ennek mikor, a részlegnek még is. Azt hiszem 19-ben készítettem egy oldalt a közösségi oldalon, Ajkai Bányászati Múzeum néven. Hát most nem tudom, olyan 1000 fő környékén lehet most így a követők száma, tehát azért négy év alatt nem túl sok, de hát más az értékrend a mai világban. Milyenek az anyagi lehetőségeik? Tehát gondolom kicsit gúzsba vannak kötve hát persze, a fejlesztések tekintetében, mint olyan sok mindenki más. Hát mondjuk így az anyagiakkal kapcsolatban én nem tudok úgy nagyon nyilatkozni. Nem kompetens. Így van, nem az én dolgom. Amit lehet, megteszünk. Ez biztos. Tehát azon nem múlik. Tehát leszögezhetjük, ha lassan is, de növekszik a Bányászati Múzeum őslény és kőzettárának népszerűsége. Olyan kincset jelent ez, amint egy 1000 kiállított darabból álló gyűjtemény, ami fáradhatatlan kutatók, szakértők munkájának eredménye. Jó keresztmetszetét adja a különböző őstörténeti koroknak, a világszerte felelhető ásványoknak, az Ajka környékén talált kincseknek, amelyek méltán számíthatnak a különböző korosztályok érdeklődésére. Mert tudnunk kell, honnan jövünk, miből lettünk és merre tartunk. Erre a tudásra, illetve annak jókora szeretére itt a Molnár Gábor parkerdő mélyén rejtőzködő Bányászati Múzeumban is rátalálhatunk.